Sziasztok, én a medve vagyok. Kicsoda gonosz Morty és mit szeretne elérni? Egyelőre nincs semmi megerősítve és csak találgatni tudunk. A leghihetőbb teória szerint gonosz Morty C-137 igazi Morty-a. Azt már láttuk, hogy a legtöbb Mortyban van egy cseppnyi gonoszság a Rickekkel szemben. Most ki a hülye köcsög? És annyira nem is érdekelni Mortyt, ha Rick eltűnne. Átugrom a Gloppy Drop rendszerbe egy kis fagylaltért. Rick, nem mész el, ugye? De elmegyek. Túl fogom élni, ha elmész, de anya szívét összetörnéd, és azt sosem bocsátanám meg. Azt is tudjuk, hogy Rick 20 évig nem volt otthon a saját C-137-es dimenziójában, és valahol az első rész környékén térhetett haza. Azonban Morty 14 éves. Azaz Rick nem lehetett a T-137-es Mortyval, amikor megszületett. Mégis láthatunk az emlékeiben egy kisbaba Mortyt. Tehát Rick emléképen egy másik univerzumban lévő Morty van. Ebből könnyedén kiderül egy dolog. A C-137-es Morty, vagyis a főszereplő Morty, nem a legelső Morty Rick életében. Lehet, hogy amit az emlékével láttunk, az gonosz Morty kiskorában. És valami történt vele a kalandjai során. Fogalma sincs, hogy mi, de az biztos, hogy rettentő okos lett és gonosz. Plusz leginkább egy Rickre hasonlít már, bár még annál is rosszabb. Ha ez igaz, valószínűleg emiatt hagyta ott Morty Rick. Egyrészt félt, mert Morty túlszárnyalja őt, és rájön, hogy nincs szüksége rá. Egy másik elég ismert teória szerint ő csak Gügyerik Mortya, mivel Gügyerik kicsit idióta és kiváló szimpatizálna egy Mortyval, míg a Mortya épp az ellentétje, nagyon Rick-szerű, kegyetlen és borzasztó okos. Én azért száfolnám meg, mivel... Ő egy Erik Stolz a maszkból, Morty. Azért vettem magamhoz, mert nekem nincs saját gyerekem. És attól független, hogy Gügyerik Morty-szerű, attól még ő is okos. Akkor kell hozzá még egy kis titánnitrát, meg egy löttyint és klórozott tartarát. Sütés nélküli brownie! Épp emiatt nem az ellentétje gonosz Morty, hiszen gonosz Morty is okos. És az is lehet, hogy ő csak szimplán gonosz Morty. Hisz végtelen számú dimenzióból, végtelen számú variációval biztos, hogy kell lenni egy gonosz Morty-si dimenziónak. De remélem, hogy nem hisz, ez elrontaná az izgatottságot. Gonosz Morty céljai a következők lehetnek. Megszabadulni a Rickektől, amiért a Mortykat terrorizálják, békét hozni a Mortyk és a Rickek közt, és egy rendes társadalmat létrehozni. Ez esetben kiderülne, hogy gonosz Morty valójában egy jó Morty, csak mivel okos, álljátett, hogy nincs olyan, hogy jó út. Valamilyen rosszat biztosan kell tenni a nagyobb jó érdekében. A C-137-es Rick ellen fordítani az összes Rick és Mortyt, aki csak létezik. Elpusztítani az összes Ricket és Mortyt, hisz lehet rájött, hogy az univerzumban a Rickek és Mortyk teszik a legnagyobb károkat. Ártatlan lényeket ölnek meg, egész univerzumokat tesznek tönkre. Ráadásul, ha valaki megszerzi az ő technológiájukat, azzal még nagyobb pusztítást tudnának végezni. Egyelőre ezeket szedtem össze, és csak találgatások. Lehetnek bennük ellentmondások és hamis dolgok is. Lehet, hogy teljesen más dolgokról van szó, mint amit elképzeltünk. És most jöjjön a kedvenc részemből a kedvenc jelenetem. Egyszerűen zseniális, feláll a szőr a hátam, akárhányszor megnézem. Akkor, hogy lényegtelen kiül a székben. Lehet Rick, Morty vagy egy nyavajás Jerry. Már a tanács előtt is mi irányítottuk a Citadellát, és majd rájössz, hogy most is így van. Most mindenki nevében beszélt? Igen. Szeretném tisztán látni a dolgot. Emelje a kezét, aki egyetért. Akkor eleget vágtam felülről? Nem is tudom. Elég volt? Igen, az Istenért. Jó. Azt hiszem, ideje inni egyet. És hideg, számító, baljóslatú beszédet mondani. A politikai helyzetről. A rendről. A testvériségről. A hatalomról. De a beszéd a kampányolás része. Most eljött a tettek ideje.